Bőrük volt a bűnük. 2008-2009-ben sorozatgyilkosok vadásztak Magyarországon romákra. Hatan meghaltak, sokan megsebesültek. Rájuk emlékezünk. Az újabb helyszín kiválasztásakor a vádlottaknak körültekintőbben kellett eljárniuk. A tatár-szentgyörgyi akció hatására a rendőrség fokozottabban ellenőrizte az autópályákat. Tiszalököt választották, és azzal a céllal tervezték meg a támadást, hogy tovább fokozzák a roma társadalomban keltett félelmet. A támadást megelőzően a kétszer is terepszemléztek Tiszalökön. Aztán 2009. április 22-én a helyszínen kiszálltak az autóból, magukhoz véve a gyöngyvászon gitártokban szállított fegyvereket. Kóka Jenő reggel jött haza az alkaloida gyógyszergyárból, ahol több mint 30 éve dolgozott. A 25. évfordulóra egy aranypecsétgyűrűt kapott a vállalattól jó munkája elismeréseként, benne a gyár emblémájával. Ebéd után Jenő lefeküdt, hiszen este 11-kor újra kezdi a munkát. Éva 10 előtt 10 perccel keltette fel, Jenő kiugrott az ágyból, fölhajtotta a kávét, vacsorát vitt az asszonynak, majd kifelé indult. Az ágy szélén ültem. Épp a barátok közt ment, amikor Jenő szólt, hogy ne menjek ki a konyhába vizes fejjel hajmosás után. Majd ő hoz vacsorát. Tálcán behozott egy szelet húst kenyérrel. Majd bepakolt és kiment, hogy kiálljon a kocsival. A táskáját még bent hagyta a lócán, az előszobában. Aztán éles zajt hallottam. Durranást, hogy beleremegtek az ablakok, majd dübögést. Ott feküdt, két lépésnyire a bejárattól. A feje a kövön, itt a vérnyomnál, a lába a virágágyásban. A megközelítették a Ne felejts utca 27 számmal szemközti romos gazos területet, ahonnan a támadás végrehajtását tervezték. Kóka Jenő este 10-kor indult, kilépett a bejárati ajtón, hogy autójával elhajtson. Árpád a nála lévő golyós mauzerből egyetlen lövést leadva szíven találta Kóka Jenőt, aki a helyszínen életét vesztette. Árpád és István gyalogosan indultak el a helyszínről, és telefonon próbáltak kapcsolatba lépni a sofőrrel, őt azonban éppen igazoltatta a rendőrség polgáron. Azt mondta, netes vakrandi miatt van a községben, de nem jött el a csaj. Miután az igazoltató rendőr elengedte, felhívta társait, a megbeszélt helyszínen felvette őket, és útnak indultak Debrecenbe.